Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A következőkben egy külpolitikai hírelemzőre fog sor kerülni. Szent Iványi István külpolitikai szakértő a vendégünk. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Az első hírünk pedig, amely tegnap került itt a nyilvánosságra, legalábbis a magyar nyilvánosságba, hogy Henry Kissinger meghalt, száz éves volt, amerikai diplomata, nemzetbiztonsági tanácsadó volt, Nobel díjas, nagyon sok mindent el lehet róla mondani. Azt is talán, hogy kevesen nyilatkoznak érzelmek és indulatok nélkül az ő tevékenységéről, mert nagyon megosztja a közönséget, a szakértőket is, hogy pontosan milyen ö, ö, pályája is volt neki, és mit tett le az asztalra, ön hogyan látja az ő pályáját? Hát előre bocsátom, hogy én elfogult vagyok, mert azt mondhatom, hogy jól ismertem őt, volt egy időszak, körülbelül tíz év, amikor gyakran találkoztunk, gyakran jártam New Yorkban, sokszor voltam az irodáján, voltam a lakásán is, és kialakult közöttünk egy kapcsolat, ami nekem volt fontos, neki nyilván sokkal kevésbé. Én egyfajta tanítómesterként is néztem rá, mert hiszen ő a realista külpolitikai gondolkodásnak egy iskolateremtő személyisége volt, hát most már múlt időben kell beszélni róla. Egyetemi tanár is volt egyébként korábban, tehát nagyon volt érzéke ahhoz, hogy, hogy hogyan adja át a tudást a könyveiben is, ugye a tankönyvként használják a mai napig. Én is egyébként az egyetemi oktatás során két könyvét is használom tankönyvként, amit kiadok a diákoknak, mind a diplomáciai című könyvet, itt is népszerűsítem, mert nagyon jó, és mind a Világrend című könyvét. De írt Kínáról könyvet, most megjelent egy nagyon érdekes könyve a leadership, a vezetői képességekről. <kül> Tehát intellektuálisan is egy fontos személyiség volt, és ahogy ön fölidézte, nagyon, nagyon jelentős, pozitív cselekedetei vannak, voltak, de az is igaz, hogy a politikai pályáfutása futása az, az ellenmondásos. És sokan bírálják is, valaki egyenesen háborús bűnösnek is tartja, én ezeket túl Tartom, de kétségtelen, hogy a politikai pályafutása kevésbé olyan egyértelmű, mint a, a iskola teremtő személyiség és a tudományos pályafutása. Ugye beszéljünk pár szót, a politikai pályafutásnak vannak nagy érdemei, én azért elsőbb ezeket emelném ki. Ilyen volt a vietnámi háborút lezáró párizsi béke az egyértelműen pozitív. Én ilyennek tekintem az Egyesült Államok szempontjából rendkívül fontos a kapcsolatok normalizálását Kínával, tehát ő vette fel a diplomát, ő indította el a pingpong diplomáciával a kapcsolatok normalizálását, és vette fel a diplomáciai kapcsolatokat egyáltalán a, a kommunista Kínával. Ilyen volt a, a 75-ös Helsinki Egyezmény előkészítése, tehát az enyhülés, illetve a leszerelési tárgyalások, ugye a SALT 1, SALT 2, ami azért sokat enyhített az akkor nagyon veszélyes helyzeten, hiszen akkor is egy nukleáris háborúhoz közel álló helyzetben volt a világ, és hát a közelkeleti keleti béke folyamat elindításában is nagy szerepet játszott, szabadtal nagyon jó, jó személyes kapcsolata volt, és az izraeli-egyiptomi kiegyezésben is döntő szerepe volt, bár erre már a Carter uta, alatt került végül sor, de ő készítette. De ezek a pozitívumok. Ugyanakkor akik bírálják, azok erről nem szeretnek beszélni, hanem azok arról beszélnek, hogy a hidegháború idején, ő a szövetséges diktatúrákkal szemben, mint realista politikus, nagyon elnéző volt. Tehát legyünk őszinték itt ebben, ebben hát voltak olyan dolgok, ami kifogásolhatók, hogy amikor Pakisztán, Bangladesben gyakorlatilag egy tömeg mészárlást hajtott végre több százer áldozattal, akkor ő, ő a pakisztáni diktatúrát nem úgy elemit érte el, hanem támogatásáról biztosította a csilei huntát is, egyesek szerint magában a hunta, a hunta hatalom átvételében is szerepet játszott, ez nem bizonyított, de utána ő elfogadta. Hasonló szerepe volt az argentin katonai diktatúra kapcsán. Vádolják azzal, hogy a kambodzsai 1969-70-es szőnyekbombázásokat személyesen ő rendelte, ennek is volt azért pár százezer áldozata. Tehát, tehát nyilván ezeket mind úgy kell mértékelni, hogy ez a hidegháború legnehezebb éveiben volt, amikor a demokráciák és a kommunizmus egy élet halálharcot folytatott, és hát az az aggodalom volt az Egyesült Államokban, hogy ne, kommunista hatalma kerüljenek. Csillében, Kambodzsában, Vietnámban hatalomra, és hát ez másképp mérlegelt, mint ahogy ma erkölcsileg mérlegelnék. Tehát legyünk tárgyilagosak, tehát helyezzük mind a kettőt a mérleg két különböző serpenyőjébe, de, de nálam egyértelműen a pozitívumok jelentik a töbletet, tehát én továbbra is úgy gondolom, hogy egy nagy, meghatározó személyiség volt, nem hibát. Egyikünk sem az, mindannyiunknak vannak hibái, neki is voltak. Igen, ki milyen pozícióban van, attól függően hát, igen, vannak ugye ezek a hibák nyilván. Nem mindenkinek levéhez fűződik az, hogy 300 ezer ember halt bele az ő döntéseibe, ezt éj a pozitívumok közé sorolta a pingpong diplomáciát, és azt, hogy Kínával Igen. feloldódott az a rossz viszony, amely volt akkoriban. Viszont pont nem, ugye tegnap itt a halála kapcsán, ahogy olvasgattam szakértői véleményeket, cikkeket, meg mindenki valamit írt most Henry Kissingerről, mert hogy akkor mindenki hozzá akart szólni, hogy ki is volt ő valójában. És láttam, hogy sokan éppen ezt a negatív oldalra teszik, éppen azért, mert azt mondják, hogy ő engedte ki Kínát, az ő tevékenysége, Különbséggel okozta azt a ö, igazából versenyhelyzetet, amit most Amerika Kínával szemben kénytelen kellett le kell, hogy meccseljen. Nyilván, hogy akkor ez még nem látszódott. És ugye az ember hoz egy döntést, ami pár tíz évig pozitív hatásokkal jár, és hogy az a nem tudom, hanyadik évtizedben milyen fordulatot vesz, azt azért nagyon nehéz számon kérni egy emberen. Látásul, hogy egy emberen, nyilván, hogy ez sem egy embernek a műve volt. De ez hogyan látja? Hm. Hát úgy, ahogy ön elmondta tökéletesen. Tehát a lényeg az az, hogy akkor ez egy rendkívül pozitív dolog volt, részben azért, mert Kínát le tudta választani a Szovjetunióról, és ez akkor létérdeke volt az Egyesült Államoknak. Ugye az ő filozófiájának egy alaptétele volt, hogy ha három erős hatalom van, akkor, akkor nem szabad engedni, hogy kettő az Egyesült Államokkal szemben álljon, hanem inkább álljon az ő oldalára, és, az, és a Szovjetunió maradjon egyedül. És ezt sikerült megvalósítani. És egyébként is ő azt remélte, hogy Kínát ez normalizálni fogja. És szerintem ez az első évtizedben ez nagyon jól működött. Tehát a Teng Xiaoping vezetés alatt Kína elindult egyfajta modernizáció, és, és hát a demokratizációnak nehéz nevezni, de valami hasonló folyamat. Enyhülés inkább. Nem? Igen, nevezzük így. Enyhülés. Tehát a, a rendszer megenyhült. Hát azelőtt azért Kínában tömeggyilkosságok voltak, és ha, ha, munkatáborok voltak, és borzasztó világ volt Kínában, és ez szép, lassan lebomlott, és, és kezdett kialakulni. Valami. Itt a probléma szerintem, és erről már nem Kissinger tehet, hogy 89-ben Tiananmen után bekövetkezett egy negatív fordulat Kínában. Megrémült a kínai kommunista vezetés a Tiananmen téri tüntetések után, hogy elveszítheti a hatalmát, és bekeményített. És ahelyett, hogy tovább liberalizálta volna a rendszert, amiben Kissinger is reménykedett, hogy ez elindít egy ilyen rendszer liberalizációt, egy más irányba indult el, és hogyha lehet valamit hibáztatni, az nem a Kissinger, aki, aki akkor hozta meg a döntést, és arra viszonylag, hanem mondjuk a 89 utáni amerikai vezetés nagyon későn döbbent rá, hogy probléma van. Tehát 89 után kellett volna megfogni ezt a folyamatot, és Kínát abba az irányba befolyásolni, hogy hogy egy, egy együttműködő politikát fog, vegyen föl. Ezt későn ismerték fel, ez tény. Tehát ez az Obama adminisztráció végén, és itt. itt Tárgyalgosan ismerjük el, Trumpnak is van bizonyos értelme, hogy fölismerte, hogy Kína egy rendkívül veszélyes versenytársá vált, és nem csak gazdasági értelemben, sőt nem elsősorban gazdasági értelemben. Azzal önmagában nem lenne baj, hogyha Kína egy nagy gazdasági világhatalom lenne, hiszen Kína egy... Másfél milliárd vagy 1,4 milliárdos ország, természetes, hogy nagy és erős gazdasága van. Itt az a baj, hogy Kína egy nagyon agresszív hatalommá vált, és egy olyan hatalommá, amelyik domináns szerepre törekszik a világban. Xi Jinping elnök tavaly októberben a pártkongresszuson nyíltan kimondta, hogy 2050-ben Kína kell legyen a világ meghatározó hatalma, tehát az első számú a hegemon hatalma, gyakorlatilag arra a szerepre vágyik, amit az Egyesült Államok töltött -től be talán 90 után 2008-2010-ig volt egy ilyen szakasz, amikor valóban kihívó nélkül állt az Egyesült Államok, egyedül volt a világon. Kína ezt szeretné megszerezni. Na most ezt azért mi nem szeretnénk, főleg nem azt, hogy egy kommunista Kína tegye ezt. Ha Kína egy demokratikus berendezkedésű ország lenne, agresszív, expanziós törekvések nélkül, akkor senkit nem zavarna az, hogy gazdaságilag egyébként nagyon erős. Hát ez, ez rendben van. Itt a probléma az, hogy elindult egy nagyon erős fegyverkezés, program elindult egy nagyon erős terjeszkedési program a dél-kínai tengeren és fenyegeti a környezetét Tajvant, Vietnámot, tehát a környező országok mind félnek tőle. Én voltam vendégtanárként Japánban. És ott érzékeltem, hogy, hogy Japánban az, az átlagember, vagy hát akikkel én találkoztam, inkább egyetemi emberek voltak tanárok, de megvan a félelem abban a térségben Kínától, hogy az egy veszélyes ország. Tehát innentől nézve sokan azt gondolják, ó nem, hát a kínaiak milyen kedves emberek, és semmilyen problémát nem jelentenek. A környezetük egyáltalán nem így tekint rájuk. Ugye beszéltünk akkor arról, hogy itt Kissingernek milyen szerepe volt Kínának a Igen. kiengedésében, úgymond a zárt falak közül, de mi tudunk arról, hogy az utóbbi évtizedek Amerikájára milyen hatással volt, ugye? Van, aki azt mondja, hogy itt már igazából az utolsó időszakban, mondjuk az utóbbi húsz évben már nem nagyon tudott ő hatással lenni az amerikai politikára, vagy nem olyan erőteljesen, mint előtte, és éppen ez az oka annak, hogy Amerikának ez a, Amerikának ez a hegemon szerepe úgy tűnik, hogy megborult kétségtelenül az utóbbi 20 évben már sokkal kisebb hatása volt. Tehát amikor én találkoztam, az körülbelül 97-től a 2000 -től tíz év terjedő időszak, azért ők kikérték a tanácsát, egyébként legutóbb még Biden is fölkérte, nem hivatalosan tanácsadóként, de, de, konzultált vele, de hát már nagyon idős ember volt. A hatás az, az másodlagos volt, de még egy évvel ezelőtt, amikor az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban egy béket tervel előállt, arra azért az egész világ odafigyelt és Davosban már nem tudott elmenni, de, de videó kapcsolaton keresztül szólhatott a világ vezetőihez. Tehát én ezt nem becsülném le, ugye azt szokták mondani, hát egy kicsit túlzással, hogy ő 12 elnököt szolgált ki. Az először Eisenhowernek volt egy, hát akkor még nem egy fő tanácsadója, csak a, tan a, nagy tanácsadói csapat kezdő kis tanácsadójaként, de, de részt vett annak a formálásában is. Tehát 40, hover elnök ugye

volt elnök az Egyesült Államoknak, onnantól kezdve minden elnök, ez valamilyen módon kapcsolódott. Természetesen alapvetően ő republikánus volt, republikánusok idején volt, ugye Nixon és Fordnak a külügyminisztere, illetve a nemzetbiztonsági főtanácsadója, de azért a demokraták is például legutóbb Biden, Clinton adtak a szavára. Mert tudták, hogy egy úgynevezett great old man, van ez a kifejezés az angolban, a nagy öreg ember, aki, akire az oda kell figyelni, a bölcs öreg ember volt. Látjon az amerikai politikában olyat, aki a helyébe léphet, majd az utódja lehet? Vagy az, hogy ő most meghalt, ugye száz évesen, azzal egy időszak is, egy korszak is lezárul Amerikában? Igen, én azt mondom, hogy lezárul, de többen az, ha nagyon összeték vagyunk, ez lezárult a 2008-2009-ben, tehát ő annak a korszaknak az ema. A második világháborútól egészen az ezredfordulóig terjedő korszaknak volt a meghatározó külpolitikai stratégiája az ő, ő nevéhez fűződik a realista külpolitikának ez a megújítása, amelyik az amerikai, egyrészt az egyensúlyi politika, majd pedig a hegemon helyzet teoretikusa volt. Ma, hát az egyensúly most nincs, mert mert nem, nem bipoláris világban élünk, de a hegemonia is megborult, tehát egy, egy anarchikus helyzet felé terelődött a világ, ő mindig a világ rendben hit. Írt is erről egy nagy könyvet, ahogy mondtam, az a címa, hogy The World Order, a világrend. Ő mindig abban hit. Most azért egy kicsit anarchikussá vált az elmúlt két-három évben a világ. Tehát az orosz-ukrán háború is, a gázai helyzet is, a dél-kínai tenger, illetve a tajvani kapcsolatok, ez nem az ő világa. világa. Ő, ő, mindig abban hit, hogy rendezett körülmények legyenek. Tehát legyenek szabályok. Ez az úgynevezett rule-based order, tehát a szabályokon alapuló világrend, hát most, most éppen mintha nem lennének szabályok. Menjünk is akkor a következő Igen. témánkra, hogy legyen még időnk a Persze. többire is. Erdogan Budapestre fog látogatni, december 18-án lesz egy csúcs. Ezzel kapcsolatban rögtön láttam az arcán, hogy annyira nem örül a látogatásnak? Nem, nem örülök neki, és nem értem, hogy mi, miért van szükség rá. Persze most adtak egy olyan értelmet, hogy a megünneplik a magyar-török kapcsolatok száz éves évfordulóját, és általában lesz egy, egy ilyen egy év, ami a magyar-török kapcsolatokról szól. Szóval én nekem a következő a problémám. Ugye Erdogán főleg az utóbbi időben tett kijelentése miatt nem igazán szalonképes ember, hát ugye azt mondta, hogy a Hamas az nem terrorszervezet, hanem Mujahedinek, azaz szabadságharcosok, Izrael terrorállamnak nevezte, éppen a Nemzetközi Bíróság elé akarja állítatni az Izrael. netanyahu igen, és, a nemzetközi Bíróság el akarja állítani, Petr netanyahu és az egész vezetést. Tehát most azért elég, amit a svéd csatlakozás kapcsán csinál számomra, az is elfogadhatatlan, persze ebben Magyarország is benne van ebben a dologban. Úgyhogy én egyáltalán nem örülök annak, hogy ez ennyire szorosak ezek a kapcsolatok. Ráadásul ugye Orbán Viktor márciusban Ankarába járt. Utána itt volt Erdogán, eléggé botrányos a sikeredett a találkozója, talán emlékszik rá, hogy egy magyar áll aki kifejezte a nem tetszését, az nagyon durván bántalmaztak török biztonsági emberek. Ez úgy látszik, hogy a magyar kormánynak nem okozott gondot, mert semmi nem történt az ügyben. Legalább egy jegyzéket kellett volna küldeni, hogy ez nem járja, hogy egy másik országban, ahol véleményváltás szabadsága van, meg valakit bántalmazzanak azért, mert azt mondja, hogy nem örül joga van hozzá minden állampolgárnak azt mondani, mint hogy nekem is így elmondjam, hogy nem örülök neki. Ráadásul most találkozott a Türk tanácsülésén két héttel ezelőtt Orbán Viktor tárgyaltak is külön, attól nem csak a tanácson Miért van szükség erre a nagyon szoros dolog? Én nem látom be. Itt ilyeneket mondanak, hogy az energiaellátás szempontjából van. Persze onnan jön most a legtöbb gáz a Törökországon keresztül, de legyünk őszinték, ez üzlet Törökországnak. De ez nem szívességet tesz nekünk, hanem mi fizetünk. Hát ez ugye tranzitdíjat szerez, szedben nem is keveset. Azért, hogy továbbítja az orosz gázt, nem csak nekünk egyébként, hanem Szerbiának, Magyarországnak, Szlovákiának, még Ausztria is kap belőle. Tehát, tehát én, én, egyáltalán nem láttam, hogy miért, miért, jó most az, hogy még megint ide jön. Én már, ez már negyedik találkozó egy évben, hát senkivel nem találkozik ennyi Orbán Viktor, mint pont Erdogánnal. Én nem látom azt, hogy ez miért indokolt. És ugye Erdőhán sem jár más európai országban ennyit? Hát senki nem így van. Hát ő, ő most azért egy nem egy szívesen látott vendég, részben a svéd csatlakozásuk akadályozása miatt, részben az izrael kapcsolatos politikája miatt. Hát sehol nem fogadják. Hát a török tanácsban igen, de Európában azért fenntartásokkal vannak iránta. És hát a gazdasági kapcsolatok sem indokolják. Tehát ő azt mondja, Szia, Péter, meg egy nagyon fontos partner. Hát a körülbelül azon a szinten van a magyar-török kereskedelmi kapcsolatok színvonal, mint mondjuk a magyar szlovén. Szlovén, szóval ez kétmilliós ország, ezt nem akarom lebecsülni, de, de nem egy kiemelkedő kereskedelmi partnere Magyarországnak, és Törökországnak sem vagyunk mi egy kiemelt kereskedelmi partnere. Az energiálltásban van szerepe, de ehhez nem kell évente négyszer vagy nem tudom, igen, most a negyedik találkozó lesz Orbán Viktor és Erdogán között. Ezt én egy picit soknak tartom. Nem lehet, hogy éppen itt a svéd, svédek NATO csatlakozásával kapcsolatos ügyeket kell megbeszélni? Azért jön ennyi szer Biztos, hogy erről mindig egyeztetnek. Ezt én is úgy gondolom. Ezt, ezt tagadni szokták, hogy nem ez egy szuverén döntése a magyar parlamentnek, de azért szia, Péter elárulta, hogy ez mindig szoba kerül közöttük, és ugye most a török külügyminiszter bejelentette, hogy valószínűleg évvégéig meg lesz a magyar parlament ülésén nem szerepel, ugye most hát december 14-én van az áruülés, és addig nem nincs rajta, tehát ha tényleg a törökök még az idén ratifikálják, akkor, akkor az az ígérete a magyar kormánynak, hogy nem az utolsó lesz, az, az meghiúsul mert ha a törökök megszavazzák, és, és, mi nem, akkor, akkor mi leszünk az utolsók. Tehát utolsóként, és azért ez nem jó dolog. Tehát aki, én most Berlinben voltam egy olyan konferencián, szintén szóba került előtte Varsóban, mindenütt Magyarországot ez, ez emiatt erős bírálat ér. Egyébként Rusziátok Péter pont erre panaszkodott a napokban, hogy a NATO külügyminiszteri ülésén is pikírt megjegyzéseket tettek, és mindenki bírálta Törökországot és Magyarországot emiatt. Tehát most kell ez nekünk, tehát jó ez. Mit értünk el vele? Mert a végén persze ratifikálja fogja Magyarország, csak ezzel sikerült egy csomó partnert és magásvédországot Svédországot is eléggé magunk kell hangolni. Hogyan látja most ön egyébként a török hatalmat, Törökországot? Ugye részben a nyugathoz tartozik, hiszen NATO tagállam, az Európai Uniós felvétele az már nagyon régóta húzódik, nem is nagyon látszik, hogy ebben lenne előre lépés, vagy hogy ez valaha megvalósulna. Miközben itt van ugye ez a közelkeleti konfliktus, és látjuk, hogy ebben pedig egy nagyon hát, szélsőséges álláspontot foglal el. Igen, tehát ugye sokáig arról volt szó, hogy Törökország azért nagyon fontos a nyugatnak, mert egyfajta közvetítő közel-kelet és nyugat között, és ott van is tekintélye, van is múltja, hát ugye az Ottomán Birodalomhoz tartozott minden, amiről most itt beszélünk, Igen. az egész Arabfélsziget, Palesztina, Egyiptom, stb. Tehát azt gondolná az ember, hogy hogy itt egy egy mérséklő és békítő szerepet tud játszani. De hát már kiderült, hogy ez egyáltalán nem igaz, teljesen egyértelműen a arra az még, az egy, még csak nem is azt mondom, hogy az arabok oldalára áll, mert ez az arab országok többsége, a Hamas nem fogadja el. Egyiptom számára nagyon nagy veszélyt jelent, hiszen a muszlim testvériség, vagy muszlim, muszlim testvériség szervezet az, az, az a Hamasnak egy testvérszervezete. Ugye ez, a, ami Egyiptomban gyakorlatilag ugyanaz, mint a Hamas a Gázában, és nem kedvelik. Tehát nem véletlen, hogy magával a Hamasszal kapcsolatban nem nagyon volt panasz. Hát Katár támogatja, azt tudjuk, valamelyen Szaudarábia is, meg főleg Irán. A többi arab ország nem igazán szimpatizál velük. Más dolog persze a, a, a palesztinok, vagy az ottani arabok, az iránt van egy szimpátia, de nem a Hamas iránt. Viszont Erdogán a Hamas mellé állt, amikor azt mondta, hogy nem terror szervezet, hanem szabadságharcosok és és rendes emberek, és, mit. tehát, és ez egy politikai párt, mondja, meg, akit megválasztottak. Most ez is olyan, hogy 2007-ben, hát mondjuk azt, hogy akkor megválasztották, utána ők ott bevezettek egy terroruralmat Gázába, elűzték a fatakot, nagyon durván, meg is ölték a nagyon sok képviselőjüket, és gyakorlatilag nem volt választás, tehát volt több tüntetés Gázában ellenük, az egyszerű gázaiak részéről, amit nagyon durván folytottak el, és vertek szét a Hamas emberei. Tehát ez egy terrorállamot hoztak létre. Tehát még palesztin szempontból sem pozitív az ő szerepük, az meg különösen furcsa, hogy ezt Erdogán így látja. Tehát, tehát azt mondom, hogy Törökországnak nagyon kérdéses és ellenmondásos a szerepe, egyáltalán nem pozitív, mint ahogy reménykedtünk abból, hogy Törökországnak egy nagyon pozitív közvetítő szerepe lehet a közel konfliktusokban. Most egyáltalán nem erről van szó. Én, én ezért fenntartásokkal kezelem, és nem véletlenül, hogy az Európai Uniós tárgyások gyakorlatilag a a törökországi pucs óta, 12 óta állnak. Ugyanis most nem tudjuk, hogy ez tényleg pucskísérlet volt, vagy nem, de ami utána történt, azt tudjuk. Az egy rendkívül durva dolog. 200 ezer ember tartóztattak le hosszabb, rövidebb időre, egy csomó ember bebörtönöztek, csomó ember emigrálni kényszerült, mert gyakorlatilag ezt arra használta föl Erdogán, hogy akivel csak lehet, leszámoljon aki ellenfél lehet. És azért azok a választások is hát megtartották, és most csak nagyon picivel nyert, de nyert kétségtel. De hát ezek is olyan körülmények között történtek, amik azért demokratikusnak nehezen nevezhetők. Hát több, több ellenzéki jelöltet közvetlen a választás előtt letartóztattak, perbefogtak, kizártak. Tehát, eh, hogy is mondjam, tehát nekem nagyon sok problémám van azzal, ahogyan Törökországot irányítja Erdogan, és hát nem beszél az egész kurt ügy rendezetlenségéről. Tehát azért ott van egy 8-10 milliós kisebbség, aminek még a több a létezését is tagadják. Azt mondják, hogy ők hegyi törökök, nem is kurdok, és nem is beszélhetnek kurd nyelven. Szóval én egyáltalán nem vagyok híve az Erdogán ajnározásának, amit a magyar kormány folytat. Hogyan látja a jövő Törökországnak? Marad ő a nato vagy sokáig marad a NATO-ban? Mert most itt ugye felhívtuk a figyelmet erre a különbözőségre, hogy azért a, a NATO az egy katonai szövetség, nyilván nem kell mindenben egyetérteni, de hát a Törökország az elmúlt időben szélsőségesen más állásponton volt. Igen, ez így van, és katonailag is csinált furcsa dolgokat. Ugye, ő például az orosz légvédelmi rendszert vásárolta meg az s 400 asokat ezért vonakodik Amerika átadni a, az f 35 öseket semmiképpen nem, de az F-16-osokról is vita van még, amit nagyon szeretne Törökország, mert hogyha az orosz rendszerről összehangolják, akkor az, és ezt Könnyedén megszerezhetik az oroszok, akkor ettől kezdve az oroszok gyakorlatilag gond nélkül tudnak föllépni az, akár az F-35-ösökkel szemben, szóval akik elvileg ugye lopakodók nem tudnák megtalálni, de ha ezen keresztül kiismerik a a kettő közötti összefüggéseket, hogy hogy lehet befogni ezt négy százassal a reformizmust, akkor Amerikának a stratégiai előnye Oroszországgal szemben megszűnne gyakorlatilag, legalábbis a légi erő tekintetében. Tehát, tehát mondom, hogy még itt is, tehát, itt is követtek el nato belül is rendkívül inkorrekt lépéseket, amik veszélyeztetik a nato nak a biztonságát, mert egy ilyen lépés az egyértelműen ezzel jár. Tehát én nem vagyok abban biztos, hogy ez így nagyon sokáig fenntartható. Neki reménykedik abból, hogy esetleg jön egy másik társaság. Ugye a Törökország is nagyon megosztott. Ez szóval a legutóbbi választás is mutatta, hogy 52-48 százalékban szavaztak a törökök. Ö, ott van, azért van egy erős kemalista hagyomány, ugye Kemal Atatürk, akit egyébként úgy is hívnak, törökök atya, megpróbál kisajátítani magának Erdogán, de valójában az teljesen más politikát folytatott. Hát ő egy szekuláris törökországnak volt a híve, és, és ráadásul egy nagyon nyugat Nyugatbarát, Nyugattal együttműködő Törökországnak. Tehát ez a kemalista Törökország azért ott van, amelyik, amelyik nem ezt az iszlamista vonalat akarja követni, és nem ezt a furcsa, gyanús külpolitikát, hanem egy egyértelműen együttműködő külpolitikát. Hát reménykedik a világ, hogy visszatérhetnek még azok, akik együttműködnek a nyugat, nyugati világgal. Most visszakanyarodva a budapesti látogatására Erdohánnak, és majd fogunk beszélni arról is, hogy ismét találkozott Lavrovval, Szijjártó Péter, ugye ez lesz a másik témánk, de most egy picit ezt összevonva egyébként az a diplomáciában elképzelhető, hogy mondjuk éppen, hogy a nyugat, akár Amerika, akár Európa, mondjuk Orbán Viktoron és Szijjártó Péteren keresztül Akar, akár üzenni, vagy tárgyalni, akár a török vezetővel, akár az oroszokkal. És azért kérdezem így, mert beszéltünk arról, hogy például Erdogan nem szalonképes Európában, és hogy nem nagyon hívogatják meg más vezetők, de lehet, hogy Orbán Viktor, illetve Magyarország pont jó arra, hogy rajta keresztül azért mégiscsak fent maradjon a kapcsolat. Ez elvileg egy lehetőség lenne, és van ilyen a külpolitikában, de nem hiszem, hogy most erről van szó. Ugyanis legyünk őszinték, hát azt tapasztaljuk, hogy nem bíznak meg a magyar vezetésben. Ez ugye akkor működne, hogyha alapvetően megbíznának abban, hogy a magyar vezetés a nyugatiakat képviseli, csak föntartja a kapcsolatokat a keletiekkel. De ebben egyáltalán nem biztosak ők, hogy a nyugati ö, értékeket és a nyugati érdekeket képviselik ezen a tárgyáson. Nem véletlen, hogy panaszkodik is Szijjártó, hogy mindig megróják azért, hogy ő találkozik. És most is egyébként a Lavrovval való tegnapi találkozója kapcsán is arról beszél, hogy bármilyen nyomásgyakorlás is van ránk, hogy ne találkozzunk, mi akkor is találkozunk. Ezzel nyíltan azt mondja, hogy senki nem akarja, hogy ők találkozzanak. Tehát nem bízzák meg ők, őket semmilyen üzenettel, mert nem bízhatnak meg abban, hogy, hogy, azt az üzenetet átadja, és hogy, hogy hova tartozik. Tehát ez egy nagy problémája a magyar külpolitikának, hogy elveszítette a hitelességét. Elveszítette azt az identitását, ami megvolt nagyon sokáig, a rendszerváltástól kezdve, azt mondhatnám talán 2014-15-ig, hogy, hogy mi azért egyértelműen a nyugati világ részesei vagyunk, azt az értékrendet követjük, és azon belül lehet persze kapcsolatokat föntartani, meg, meg Építeni, de megkérdőjelezhetetlenül ez ennek az értékre, ennek az alapján. Na most Magyarország kapcsán ez egyáltalán nem egyértelmű, és hát ugye a magyar kormány retorikája ez kifejezetten nyugatellenes retorika. Tehát mondják is állandóan, hogy, hogy a Amerika vagy a nyugat már nem az, ami volt, ez már elvesztette az eredeti jelentését, itt ez már nem úgy működik, és érdekes módon keletet soha nem bírálják megfigyelt, hogy hányszor szidalmazzák, ucsárolják az Európai Uniót, a nyugati országokat, a nyugati társadalmakat, de hát azért keleten sokkal súlyosabb problémák vannak, emberi jogi, demokrácia és egyéb problémák. Arról soha egyetlen kritikai megjegyzés nem lehet hallani a magyar vezetők részéről, sőt, hát inkább dicsérő kijelentéseket mondanak, mert nem beszélve arról, amikor legutóbb a török tanácsülésén Orbán Viktor gratulált Alijevnek ahhoz, hogy úgymond stabilizálta a térséget a katonai akciójával, ez ugye az volt, amikor Karabachot erőszakkal elfoglalták, és onnan előztek 120 ezer keresztény örményt. Tehát ez ugye egy olyan politikus, aki magát egyébként a kereszténység védelmezőjének szeretné föltüntetni, meglehetősen ellenmondásos és furcsa dolog. És hát azért ez nyugaton is megütközést keltett, hiszen az Európai Unió egyértelműen elítélte. Aliyevrel kezdte az akcióját, és hegyi karabak elfoglalását, ezzel szemben Orbán gratulált. Nem egyszerűen elfogadta, vagy tudomásul vette, és nem lépett föl a keresztények védelmében, ez még, ez még lehetséges lenne, de azt, hogy gratulál gratulális hozzá, Hát azért ez azért ez, gyanút kelt vele kapcsolatban, hogy mennyire a kereszténység védelmezője, és mennyire a nyugati világnak a között jött. Tehát ezért nem hiszek én abban, hogy ő rá a fontos üzeneteket, és vele üzenének. Ráadásul, legyünk őszinték, azért itt van más, más csatorna is. Ugye Sziátl Péter mindig arra hivatkozik, hogy fönn kell tartani a csatornákat. Nyugatnak megvannak a csatornái, és ez nem a magyar kormány. És a magyar kormány milyen csatorna? Kibízta meg őt, az a senki. Azt mondja, hogy a béke érdekében is. De az ukránokkal semmilyen kapcsolatot nem tart. Tehát, a, a, ha már békét akarnak, akkor az ukránok és az oroszok között kéne valamit egyeztetni, gondolom. De az azt kéne, hogy az ukránokkal is legyen egy elfogadható jó viszony. De neki csak az egyik fél. Nem egy semleges félebben a dologban, hanem, hanem az oroszokkal nagyon jó kapcsolatban van. Ugye most találkozott nemrég Pekingben, Orbán Viktor Putyin elnökkel. Szia, én nem tudom már összeszámolni, hányszor találkozott Lavrovval, összesen a háború kezdete óta, fogalmazom, 6-7-8, legutóbb ugye találkozott vele szeptemberben ö, a enszülésén, aztán Moszkvába utazott, aztán ö, most Skopjében találkoztak, tehát tehát két-három hónapot már három találkozó összejött Lavrov külügyminiszter. Igen, de ezek a keleti találkozások, most ez az én laikus véleményem, nyilván nem mint diplomata nézem ezeket a képeket, illetve olvasom a beszámolókat, de kicsit az az érzése az embernek, hogy minthogyha ilyen kellemetlen találkozások lennek, lennének ezek, akár a vezetés számára is, tehát minthogyha ha a hátuk közepére nem kívánnák sok esetben ezeket a találkozókat, de mégis ott vannak, mégis beszélnek, tehát, hogy ön ezt hogy látja, nem tapasztalja ezt? Hát én ezt, ezt hogy kellemetlenül ezt egyszer tapasztaltam, az látványos volt, amikor Orbán Viktor most legutóbb Putyinnal találkozott. Na, de akkor viszont nem értem, mert akkor itt valami titok van a dolog mögött. Mert ugyanis a, aki nem akar találkozni, az nem találkozik. Általában kivéve, ha valami miatt nem teheti meg, hogy ne találkozzon. E, ilyen benyomást keltett Orbán Viktor a találkozó során, hogy ő igazából nem akarja, de nem teheti meg, neki találkoznia kell. Ami nem igaz. Hát semmilyen nyugati vezetőnek nem kell találkozni. Senki nem is találkozott másfél év óta e, Putyinnal, ugye a háború kezdete óta csak ő. E, ha meg ennyire nem e, kellemetlen, akkor miért találkozott? Mert valószínűleg van valami, ami miatt ő nem teheti meg. Sokan azt gondolják, hogy az energia. Én nem hiszem ezt. Oroszország nagyon elvesztette a vevőit. A legtöbb vevőit a Európában valamikor a 40 és 50 százalék között a orosz gázzal látták el Európát a háború előtt. Most ez 10 százalék alá csökkent. De nem csak mi veszünk. Ugye Európában vesz rajtuk ki Szlovákia, Ausztria és Cseppfő orosz gázt vásárolt Olaszország és Hollandia. Senki nem ment oda Putyinhoz ezért gazsulálni, hogy kapjon, és nem jár a külügyminisztere hetente Moszkvában, meg nem találkozik Lavrovval, és rázza a a Lavrov szijártó találkozókon nem lehet látni az, hogy kényszer van. Széles mosoly van, ölelkezés, öröm, tehát ott még, ott még csak nem is érzékelhető, hogy ő, őt ez különösebben zavarná, hogy, hogy Lavrovval találkoznia kell. Azt sem értem egyébként, hogy annak mi az indokol, indokoltsága. Főleg, hogy ilyen sűrű. Legtöbbször az jön ki utána, hogy megállapodtunk, hogy a gáz és olaj szállítások zavartalanok lesznek. Ezt minden hónapban elmondja. Na most ez miért kell minden hónapban találkozni? Hát ez a természetes dolog, mások is kapják ezt, és azok sem találkoznak ezért. Akkor szoktak találkozni politikusok, ha valami zavar, valamit meg kell oldani. Ha valami jól működik, akkor, akkor, akkor miért kell ezt havonta megerősíteni háromszor? Szóval ezek nagyon rejtélyes dolgok és érthetetlen dolgok. Azt mondta, hogy ugye a kormányzatnak a retorikája nyugatellenes. Na most ugye sokan fölvetik, hogy nem lehet tudni, hogy itt a a tojás volt előbb, mert van, aki azt állítva van. Tehát van, van az az álláspont, Igen. hogy a nyugat bánik úgy Magyarországgal, nem kapunk meg pénzeket, meg kritizálják az országot, és akkor erre rájön ez a kormányzati retorika, hogy egyébként a nyugat hogyan bánik velünk. Más pedig ugye a másik álláspont szerint, amelyet, ahogy én kihallottam, ön is inkább képvisel, hogy mi vagyunk nyugat ellen. Vagy mi rugózzunk folyton a közös érdek, vagy a közös dolgok ellen, és akkor ezért vagyunk kicsit ilyen különcök, akik nem tudnak beállni a sorba. Tehát hogyan látja egyébként ezt, hogy mennyire van igaz a kormányzati retorikának abban, hogy egyébként velünk sem bánnak barátságosan? Na jó, de ez már spirál, most ha nem bánom barátságosan, ez tény. Na de én azért úgy gondolom, hogy ez nem így kezdődött, hanem úgy kezdődött, hogy, hogy olyan furcsa dolgokat kezd, kezdett el sem Magyarország, amit óhatatlanul értékeltek Európában. Nem, nem azért, mert mi magyarok vagyunk, hanem olyan lépések történtek részben belpolitikában, ugye jogállamisági kérdésekben, stb. részben külpolitikában. Azt mondhatom, hogy az első olyan dolog, ami azért meghökkentést váltott ki, az a 2014-es krimi anexió után volt a szankciók, amit ugye Magyarország elfogadott, de Orbán Viktor széles körben mindenütt azt mondta, hogy lábon lőttük magunkat, ez rossz, és tehát illojálisan nyilatkozott egy közös döntésről. És, és ezek úgy jöttek egymás után. És ezeket bíráló módon megegyezték európai vezetők, és erre mindig egyre durvábban reagált Magyarország. Nem megoldani akart ezeket a felmerülő konfliktusokat, hanem egyre durvábban reagált ezekre a dolgokra, és most tényleg van egy spirál, ezt én elfogadom most már a nyugatiak is, sokszor egyre keményebben reagálnak, ugye az EU részéről a pénzek befogyasztása az egy ilyen reakció, de az sem egy öncélú dolog. Ugye itt is értetetlen, hogyha mi visszakarjuk kapni a pénzeket, akkor mire való az, hogy tele van a város, nyilván ön is találkozik olyan plakátokkal, Fonder Leyen asszony, meg, meg a Soros György fia, van kitéve, és nem akarunk úgy táncolni, hogy ők fütyülnek, hát ők nem fütyülnek sehogy sem. Tehát ki gondolja ezeket? Tehát itt, itt ez egy ilyen kifejteni ilyen hergelő kampány folyik Európa ellen, és, 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 és nyugat ellen is, és ami a háborúval kapcsolatban is. Elfogadható lenne, hogy Magyarország azt mondja, hogy kicsit másképp látja, de nem egyszerűen arról van szó, hogy Magyarország egy kicsit másképp látja, hanem ezt rendkívül agresszívan képviseli ezt az álláspontot, ami nagyon erőt a többitől megvádolja a nyugatiakat azzal, hogy ők háború pártiak, hogy ők háborús pszichózisban szenvednek, úgy tesz, mintha nem Oroszország támadta volna meg Ukrajnát, hanem, hanem többen az egészet a, a Ukrajna és a mögötte álló amerikaiak térnék. Tehát olyan állításokat tesz, és olyan rágalmakat szól, amit nyilván hát, elfogadhatatlan a nyugati partnerek számára. Ez ugye sokan Németországot hozzák föl példaként. Németország beállt a nyugat mellé, mögé, vezeti is nyilván valamilyen szinten az Európai Uniónak a döntéshozatali mechanizmusait, de hogy, hogy itt a szankciók ügyében abszolút egy elfogadó álláspontra helyezkedett. Viszont látszik, hogy rá is ez nagyon komoly van visszahat. Tehát, hogy nagyon komoly áldozatokat, gazdasági áldozatokat is követel Németország részéről ez. Tehát, ha Németországban pragmatikusan álltak volna például ehhez a kérdéshez, és nem morálisan, akkor lehet, hogy ők is azt mondták volna, hogy bizonyos nem fogadunk el ezekből a szankciókból, amelyeket Oroszországra kivetettek, hiszen a német gazdaságnak ugyanúgy szüksége volt az orosz olcsó nyersanyagra, mint ahogy ö, talán nekünk még inkább, mert hogy egyedülinek számít. De hogy, de hogy ugye itt pozitívunként látják sokan, hogy Orbán Viktor ezt kiharcolta, hogy nekünk ne kelljen ezekben a szankciókban így módon részt venni. Hát most ő, ugye ő kiharcolta azt, vagy ő is az egyike volt, aki azt kérte, hogy bizonyos idő ideig ne kelljen, tehát, jöbb, 20 2025 ig az olajra nincs szankció. Gázra nem is volt egyébként, tehát az, az lehet, és azt, azt kapjuk mi is, meg mások is, és veszik is. Na most ez a, ez a kérdés, hogy, hogy Németország hogyan viszonyult ez a dologhoz. Tehát az olcsó gáz, ugye ezt, ezt sokan mondják, Németországban is mondják, de hát ez már egy mitosz. Valamikor ez igaz volt, most már abszolút nem igaz. Például Csehország, csak egy példát mondjak, ki leállt az orosz gázról, ugye teljesen, 90%-ban Oroszországtól szerezte be 2022-ig, most gyakorlatilag már nem, vagy egészen minden összességében ez az Eurostat stat, stat, adata, tehát Európai statisztikai adat, 20%-kal kevesebben, szerezte be a szabad piacról a gázt, mint Magyarország Oroszországtól. 2022-ben. És ez most idei adat még nincs, de gondolom ez így lesz. Tehát egyáltalán nem olcsó az orosz gáz. Az oroszok egyébként a világpiaci átlagár, illetve a Rotterdami tőzsde havi átlagárához kötik, és az, aki szabadpiacon vásárol, az, az sokszor sokkal jobban jár. Ugye a lengyelek is ezért mondták föl már a háború előtt, 2021-ben a hosszú távú megállapodást, mert rájöttek, hogy ez az átlagár, ez, ez, nem kedvező, mert hogyha ügyesen vásárolgatnak az emberek, akkor nem akkor veszik le az átlagár, hanem azokon a hónapokon, meg azokban a hónapokban, amikor sokkal alacsonyabb az ár. Tehát nem minden hónapnak az átlagára veszik, hanem az úgy alakul ki, hogy, hogy az egyik héten ennyi, aztán annyi, és amanyi, és, ezzel lehet játszani, és ezzel lehet kereskedni. Most az átlagár az egyáltalán nem számít olcsónak. Egy biztonságot ad, mert, mert nem is a legdrágább áron veszük, de az is biztos, hogy nem is a legolcsóbban. Szóval, szóval ez mit azt már ez az olcsó ö, orosz nyersanyag, ö, meg az orosz olcsó gáz? amit terjesztenek, és hát persze lehet azt mondani, ha nem, nem követünk volna, nem szankcionáltuk volna Oroszországot, akkor akkor a gazdaság jobban járt volna, ez valószínűleg igaz, tehát, és most nem az olajra és, és gázra gondolok, mert ott szerintem nem, nem okozott ez, tehát ott, ott nincs ilyen hatás, de hát egy csomó más tekintetben van. Ugye voltak üzemek, amiket le kellett szerelni, az autógyárak kivonultak, mert hát nagyon sok céget felszámoltak, meg államosítottak Oroszországban ennek következtében. Tehát veszteségek értik a nyugati gazdaságot. Csak ilyenkor fölmerül az, hogy a szabad, ez ugye a, a, a szabadság, biztonság és a, az, az anyagi érdekek közötti konfliktus. A biztonságunk az sokszor sokba kerül. És ezt a biztonságunk érdekébe hoztuk meg, mert abban reménykedtünk, vagy remény, és ez még, még Orbán Viktor is igaz, mert mindegyik szankciót elfogadta. Volt amit sikerült föllazítania, de ami most működik, azt ő mind elfogadta. E, ugye annak érdekében, hogy Oroszországot meg tudjuk gyengíteni, és el tudjuk venni a kedvét attól, hogy ezt az agresszív magatartását másokra is kiterjessze, mert ennek következményei vannak. De nem csak Európában vannak következményei, láthatóan Kína is megfont, meggondolta magát, vagy egy kicsit visszalépett, mert Kína számára is rendkívül veszélyes lenne egy, ha mondjuk egy tajvani kalandba be, be, bocsátkozna, ha ilyen szankciókkal kéne Kína szembenézem. Kínai gazdaság még sérülékenyebb, mint az orosz. Az orosz az sokkal inkább önellátó gazdaság, de nem annyira függ az exporttól, meg az importot sem, mert megvannak a nyersanyagai, Kína számára egy ilyen szankciós politika még súlyosabb lenne. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy összegészében a szankcióknak megvan az értelme azzal együtt, hogy kiátszák sokan, azzal együtt, hogy nem úgy működik, ahogy, ahogy kéne, de azért van hatása, ezt látjuk. Eltel sajnos az időnk, Mi? de nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk ezekről a kérdésekről. Szent Iványi István külpolitikai szakértő volt a vendégünk. Én is köszönöm a lehetőséget.